Na sziasztok, ismételtem megint, csak itt vagyok egy kis dámpúrral, és ugye itt hagytam legutoljára a játékot, hogy megérkeztem valami színházterembe. Természetesen minden egyes Silent Hill epizódban szép nagyokat kell ugranunk lefelé. Na most itt ugye mindenféle villogó dolgok vannak, de engem az egyenőre nem érdekel, mert van baltám. Következőre lesz szükségem, azon kívül, hogy ezeket az ijesztő babákat megpróbálom legyakni, de nem. Nem sok sikerrel, mert eléggé bírják a strapát. Nem. Festményen keresztül fog vezetni az utam igazából. Pontosan így. Na most már igencsak a végénél járunk egyébként a dolgoknak. És mit ír? Mélyen belül. Egyébként több ilyen gyerket is föl lehet fel... Ó, basszus, szevasz! Szakadj meg! Több ilyen gyertyát is föl lehet fedezni egyébként a városban. Vagytok még? Vagytok még? Hol van még másik ilyen? Nem is látom. Ó, ott van a másik. Valahol kell lennie még egy babának is. Biztos, hogy jobban járok, hogyha azt verem le. De nagy szükség esetén ezt is lehet. Jó, hogy ott van fönt a rohadék. Ó, basszus. Gyorsan föl. Hogy az hogy oldom meg? Meg is van. Húzzál már innen. Basszus. Na erre mit lépsz? Kis genya. Vedd már fel a baltát, te. Hát, morfológiában nem éppen... Azaz, nem jeleskedik éppen, na mindegy. Na most a következő dolgom lesz, azon kívül király itt a színpad. Másik oldalon föl kell nekem menni. Hú, de gyűlölöm ezeket a babákat, te úristen. Ez nagyon-nagyon szemét módszer volt. Na, miután fölmásztam a lépcsőn, onnantól kezdve már egy kicsikét érdekesebb lesz a dolog. Tök jó, tudom, milliószor elmondtam már nektek, de egyszerűen rohadtul jó dolgokat pakoltak bele ebbe a játékba. Sajnálatos módon nagyon sokszor csak a mellékküldetésekbe, de ez van. Tehát a következő dolgom van először is. Ezt a cuccot lehúzom. Majd szétnyitom a függönyt is. Na, itt úgy látom, hogy valaki röplabdázott. Na és itt mik vannak? Semmi. Van baj. Na. Ez még mindig jó, hogy mennyi van még. Hú, 15. Tök jó. Még van 15. Lőszerem. Lőszerem. 5 darab shotgun, meg ami benne van, az egy. Hát az nem túl sok, és fog majd kelleni, de mindegy. Nem spoilerezem el nektek igazából. Voltak olyan érdekességek, hogy ugye piramis fejnek a különböző inkarnációit, azokat láthattuk már a játékokban. Ó, te bunkó! Na, gyere! Gyere, üss! Üss! Hát ez ott maradt. Hogy állok? 51% ez még jó. Nem akarok igazából többet gyógyítani, mint kellene. 50%-ot dob vissza egyébként egy ilyen cucc, hogyha valaki gondolkodna rajta. Kék gyertyát neki.
Úgyhogy nem akarok többet gyógyítani, mint amennyit kell, mert ugye 100% fölé nyilvánvalóan nem megy, és nem pocsékolok. Ezt már megtanulhattátok a régi játékokban is. Elnézést. Na, tehát a következő a helyzet, hogy mindenféle inkarnációját láthattuk már piramis fejnek, tehát ugye a sima piramis fejen kívül volt nekünk ugye a Butcher, ugye az Origins-ben. Illetve hát ez is egy kicsikét ugye hasonlít rá a gázmaszkos pofa, bár engem inkább arra emlékeztet, hogy valaki recirkulálta itt a Homecoming-ban lévő ipséket, és az meg mi a retek ott? Cuki. Hát, hogy valaki recirkulálta a Homecoming-ban lévő ipséket, és ez lett a végeredménye neki, de hát ez már egyéni problémám. Homecoming is egyébként meglepően jobb volt, mint amire számítottam eredetileg, ugye így az első nézések alapján, hogy megjárása alapján. Hogy mégis mi a fene lesz ebből az egészből, és meglepő módon egyébként a Dunpool sem annyira rossz, mint ahogy számoltam bele először. Na, emeljük föl szépen a lámpákat. Na, 5 darab szimbólum az engem nagyon-nagyon érdekel, tehát akkor mi van ott, azt mondja, hogy szem-szem, körhinta, növény, a aloe vera. Szem-szem, körhinta, aloe vera, szem, oké. Okay. Na, sok forgástól gondolom, még mindig hány ingeretek van egyébként. Ez az egyetlen egy dolog, amit utálok ezekben a játékokban, ahol nem fix kameranézetek vannak, hanem ugye mi irányítjuk a kamerát is. Hogy én legalábbis személy szerint folyamatos jelleggel forgatom itt a dolgokat, hogy lássam is, hogy mi a fene történik körülöttem. Sőt, ezzel még hátra is lehet nézni, úgyhogy ha nagyon szeretném, hogy dobjatok egy rókát, onnantól kezdve akár ilyeneket is csinálhatok, hogyha nagyon-nagyon szeretném, de hosszú távon nem egészséges. Totál elszúrtam, mert igazából bemehettem volna onnan is, na mindegy. Haha, tök jó ez a tudsz. Na és most a következő miatt kellett nekünk az a sok szimbólum. Itt vannak ugye ezek a különböző harangok, amiket meg kell húzogatnunk. Tehát az úgy fog kinézni, hogy próbáljuk sorba. Egy szem. Két szem. Aztán jött egy körhinta. Ha valaki nem tudja, hogy miért körhinta, az nézze meg a Silent Hill 3-at. Egy aloe vera. És a legvégén még egy szem. Raining blood. Na, ez már vágóhíd, gyerekek. Igazából, hogyha elfutok alatt, akkor véres leszek vajon, vagy nem? Nem. Jó, tudom, ezt már nehéz fokozni, de... ez van. Igen, a létre az még mindig az ellenségem néha. Ó, dönőjű. Dönőjű. Get away from her! Ezt ki nem látta előre. Doing this to me. Thank you for coming to shepherd your son home, Mr. Pendleton. I know it's difficult losing a child. With all due respect, I don't think you do. And like I already told you, there's been a mistake.
I buried my son years ago. I understand, Mr. Pendleton. We all deal with grief in our own way. Shall we? Now, if you'll just sign for your son's body, you can take him home. No! This isn't my son! This thing's a monster, a murderer! Yes, well, I suppose that runs in the family. What the hell are you talking about? Don't you know, child? Have you wandered so far off the path to not even realize who you are? What the hell are you talking about? So often the answers are before us, Murphy. If only we allow ourselves to see them. Why are you doing this to me? There were those who dwelt in darkness and in the shadow of death, prisoners in misery and chains, because they had rebelled against the word of God. They got out to the Lord in their trouble. I screwed up. He saved them. But I didn't see any other way. He brought them out of darkness. You don't know what it was like to know it was my fault he was gone. Every time I shut my eyes, I saw Charlie's face, and all I could think was, that monster is still alive, but I'll never get to see my boy again. Why are you doing this to me? What do you want? What I did to Napier didn't solve anything. Charlie was still gone, and I was stuck in prison. Everything spiraled out of control. It was my fault. I just want my life back. Revenge is a long, treacherous road, isn't it, Mr. Pendleton? Where do you suppose it ends? It's yours, if you want it. You only need to claim him as your own. You see? I knew you'd come around in the end. Welcome home. Glory be to God. Na ez meg itt igencsak vicceske sikerült boss csata lesz egyébként. Már amennyire boss csatának lehet mondani. Daddy, help me! Where are you, Daddy? Charlie! Hold on, I'm coming! Charlie! Ennyi. Na most gyorsan futás oda, és ennyi volt. You killed him. You killed the boogeyman. Doesn't matter. It didn't bring you back. Nothing can bring you back. It's not your fault.
sorry. Na, gyakorlatilag vissza is tértem, és elvesztettem a kiváló baldámat. Köszike. Na, hát a történet az pedig bonyolódik. Kicsikét, bár nem mondanám, hogy olyan túlságosan bonyolult. Ugye a Silent Hillnek mindig is szokása volt, bocsánat, mielőtt folytatom a mondatot, kikötném, hogy maga a város alapvetően ugye nem gonosz. Ezt régóta tudjuk, hogy az egyetlen egy dolog, ami miatt ugye a szörnyek benne vannak, az mindig az aktuális résztvevő, tehát ugye akit a város kiszemelt magának, tehát mindig az aktuális résztvevő függvénye. Ezért volt például ugye, hogy Laura az nem látta a szörnyeket a második részben, mert ugye neki nem voltak. Tehát, illetve az, hogy másnak a szörnyeit látták ugye a kedves szereplőink, amikor közelükben voltak. Na, lényeg a lényeg, hogy ugorja föl magasra. Vagy mindegy, na. Tehát lényeg a lényeg, hogy igazából Silent Hillben ugye mindig megváltoznak a dolgok, és nem mondanám, hogy maga ez, hogy Murphy ugye bosszút állt, ez egy túlságosan bonyolult sztori lenne. Hopp, egy festmény. Meg shotgun lőszer. Na, hogyha egyébként találtok pisztolyt, az nem bocsánat, a pisztolyra ez nem érvényes, de hogyha találtok shotgunt, akkor shotgun lőszerként fogjátok fölvenni. Hogyha már van nektek, na nézzük csak. Azt mondja, hogy korrupciós vádakkal vizsgálják ki a Ryle állami börtönt. William Thomas tollából. Igen, azt mondja, hogy a önkéntes vizsgálatok vetették alá magukat a börtönőrök, miután több rab megvádolta őket korrupcióval. Azt mondja, hogy Glenn Milton igazgató azt mondta a riportereknek, hogy maximálisan megbízik az őreiben. Igen, ugye azért is hívták a nyomozókat, hogy akkor tisztázzák a vádakat. Szóval, hogy vádak között van lopás, drogárusítás, fizikai erőszak. A fizikai erőszak a rabok és a többi őrtárs irányába is. Két héten belül elkezdődnek a vizsgálatok. Nagyon komolyan veszük ezeket a vádakat, mondta a tiszt. Igen, tehát hogyha bármi is bebizonyosodik a vádak közül, azonnali hatállyal lépni fogunk. Na, és itt egy ajtó. Világító ajtók mindig azt jelzik, hogy valami történik ott. Például egy töltőképernyőt találtam az ajtó mögött, tök jó. De legalább nem tartott sokáig. Na, igazából ez az egyik legegyszerűbb side quest, és bár sok mindent nem ad azért, hogyha már itt vagyok, megcsinálom nektek. Mindegy, azért kinyitottam. A mi különleges helyünk. Looks like this was a special place to somebody. Bizony. Ez egy különleges hely volt valaki számára. Na, azt még egyenlőre nem tudom kinyitni, pontosan ezért, mert még nem oldottam meg a küldetést, de majd mindjárt megoldom ezt a részét is. Egy urna.
Na, azt mondja, hogy hallotti bizonyítványt, azt mondja, hogy Alison Ellen Wirden 1923-1999-ig, azt mondja, hogy a temetés 1999. november 9-én délőtt 11 órakor kedd reggel, ezt jól megmondtam, várható a Perkins temetőben. Aztán a ceremónia folytatódik a Monroe-ban délután egykor. Én viszont egy kicsikét keresztbe fogok tenni, nem viszitek ti oda. Na, igazából ez az egész mellékküldetés, ez csupán csak annyiból áll, hogy el kell vinni ezt az urnát, és szét kell szórni a Turingert az ő különleges helyükön. Úgyhogy most én ezt meg is fogom tenni. Valamint a kikötőben egyébként található majd még egy horgászbot is, hogyha valaki nagyon keresgélne. A horgászbotnak egyetlen egy oka van. Van egy mellékküldetés, amit nem csináltam meg, de érdemes, hogyha szeretnétek jobban körülnézni a városban. Hogyha bementek valamelyik aluljáróba, akkor találkozhattok egy csövessel. A csöves pedig igazából megdob titeket mellékküldetésekkel. Először kell neki, ott is van horgászbot, tehát először kaját kell neki szerezni, aztán utána ott a tahó. Először kaját kell neki szerezni, aztán, hogyha azzal megoldtuk, akkor utána egy kabátot kér tőlünk, azt se egy olyan nagyon bonyolult összeszedni, aztán, hogyha azt megoldottuk, akkor utána pedig egy horgászbotot kell neki eljuttatni. Minden egyes alkalommal pedig kicsikét bővíti a térképünket, ugyanis a metró, tehát az aluljáron keresztül, az még nem kell, az aluljáron keresztül igazából sokkal egyszerűbben lehet közlekedni a városon belül, ugyanis az alagutak áthálózzák az egészet. Tehát gyakorlatilag ilyen gyors közlekedésre alkalmas, és mindig egy kicsit bővül a térképünk, mindig több dologhoz férhetünk hozzá, minél több részét teljesítjük a küldetésnek. Gyakorlatilag ez a 3-ban 16, 8, 14, köszönöm szépen. Gyorsan beszerzek némi ütőeszközt. Bár olyan túl sokat nem ér, de jobb, mint hogyha állandó jelleggel lőszert használnám, már pedig ugye abból sosincsen sok. Ezért mondtam, hogy annyira fajik egyszerű ez a mellékküldetés, hogy az félelmetes. Feltéve, hogyha nem szúrom el és nem rossz irányba kezdek el közlekedni. Az lehet, hogy szimpatikusabb. Persze, hogy szimpatikusabb. Szavasz, bunkókám, felejtsél el. Hát most aztán kiabálhatsz magadnak nyugodtan, te barom. Ja, Istenem, na. Most pedig igazából... irány föl, és nem ide. Ennyi volt, kinyílt, és... hopp, egy pisztoly. Tekintve, hogy van még némi pisztoly lőszerem, ez nem is baj, hogyha nálam van. Ezt még el fogom használni. Igazából túlságosan sokféle ellenfél nincsen itt a játékban, viszont ami van, az egyre erősebb, úgyhogy most ez nekem nagyon jól fog jönni. És igazából innentől kezdve pedig futás van. Nem nagyon szeretik legalábbis balhézni a leányzóval, úgyhogy hagyom a francba. Továbbiakat pedig inkább igyekszem elkerülni. Elnézést kérek, tehát a további mellékküldetéseket inkább igyekszem elkerülni. Annyira közel vagyunk már a végéhez, és igazából az egyetlen egy oka, miért itt kéne maradnom, hogy befejezzem azokat, amiket elkezdtem, tehát például a festményes megoldást, vagy ugye a... na, tehát ilyet is tudok, sőt, ezzel még püfölni is tudok, hogyha nagyon muszáj. Tehát ugye a festményes dolgot is ugye be kéne fejeznem, hogyha nagyon szeretném, vagy például ugye a csövest elintézni, van egy olyan, ahol föl kell kutatni egy elveszett kislánynak a nyomait, és a többi, és a többi. Tehát rengeteg ilyen dolgot meg lehet még csinálni, hogyha nagyon szeretnétek, én annyira nem szeretném. Ö...
Hol is vagyok? Aha, igen, a híd. Azon gondolkodom, hogy az első rész meg a Shattered Memories-ön kívül szerintem hidat nem is nagyon láttam egyikbe se, pedig érdekelne, hogy ez vajon ugyanaz a híd, ami az első részben is benne volt, vagy ez egy teljesen másik híd. Nem nyert. Nem. Oké, és alakulok. Nem, itt már voltam. Hol a rohadásba van? Megvan. Teljesen benéztem, ezen a létrán kéne följutnom végre, hogyha a létre nem lenne az ellenségem. Gyerünk! Na végre! Na hát tudok, én még tornázni, gyerekek, csináltam egy hidat. Kiváló. Nem, balta nem kell. Még egyenlőre van nekem kiváló baltám. Baltám? Na, kiváló pisztolyom. Igazából már csak szolidaritásból is szeretném elhasználni, ami benne van, mert hogy ugye túlságosan sok minden nincsen vissza a játékból. Bár azon gondolkodom, hogy lesz alkalmam elhasználni most így belegondolva. Oké, nem spoilerezek, de tény és való, hogy ez már egy kisebb problémába ütközik. Nézzük csak, hol járok most. King Avenue. Nem. Na, itt meg mi van? Itt még nem jártam szerintem soha az életbe, úgyhogy ez most egy meglepő dolog lesz. Igen, mellékküldetéseket találhatsz végig a városban mászkálva. Ó, de voltam már itt. Mi a baj ezzel a képpel? Na, tehát, hogy meg kell, úgy kell csinálni, hogy az igazat mutassa, ugye a tükör. Úgyhogy a következő lesz a helyzet. Kisebb megfigyelés, ez kinyit. Ezt becsuk. Ezt meggyújt. Nem így volt. Jó. Az biztos, hogy a lámpát meggyújtom. A fiók az ki van húzva, az 100%. A festmény az azt hiszem, hogy így áll. Oké, tehát akkor nézzük csak, festmény, ajtó csukva, fiók csukva, festmény úgy, lámpa ég, tévébe kapcs. Nem nyert, jó, most megint változott valami. Festmény normálisan, fiók csukva, tévé lekapcs. Ja, meg a gyertya ég. A gyertya az mindig ég.
ezt elszúrtam, hogy atyának mindig égnie kell. Nem. Valahol pedig... Na, csak sikerült. Nem, ezt már láttam, az micsoda. Azt mondja, hogy Silent Hill Pszichiátriai Egészségügyi Központ, 1976. április 3-a. Legalább akkor született, bocsánat, D.O.B. Date of Birth. Azt mondja, hogy a páciens fiatal fehér nő, 20 éves, jó fizikai egészségnek örvend. Nincsen előzménye mentális vagy fizikai egészségügyi problémának. Azt mondja, hogy ki... igen, álmatlanságtól, depressziótól és kimerültségtől szenvedett, ezért jött el az orvos a tanácsára. Nemrég elvesztette egy testvérét, egy nővérét, de nem hajlandó többet elárulni. További interjúk után obszesszív, megszállott, kompulzív, az nem tudom, hogy micsoda, na nem tudom, hogy mitől szenved, hogyha valaki tudja, akkor az mondja meg, mert most nem fogok szótárat fölcsapni. Azt mondja, hogy folyamatos idegességtől, dükkitörésektől, rémálmokról panaszkodik. Azt mondja, és folyamatosan úgy gondolja, hogy ha nem csinálj végig ugyanazokat a rituálékat az otthonában, akkor az emberek a tükörből bántalmazni fogják. Valószínűleg skizofréniában szenved, és antipszichotikus gyógyszerekre lesz szüksége. Gyógyszer, gyógyszer. Lőszer, lőszer. Király. Fönt is van valami, vagy oda egyáltalán nem tudok fölmenni? Vagy ha föl tudok menni, akkor minden csukva van. Csukva van. A Silent Hill-i betonozók nagyon durván dolgoztak. Na, akkor most már ténylegesen megyek tovább és megkeresem magamnak azt a kiváló kis hajót, amit drága fekete Rix barátunk itt hagyott nekünk, mielőtt még torokvágó DJ lett belőle, aki mindenféle furcsa dolgokat beszélget az éterbe. Vonulász tova. Na, tök alapvető igazából, hogyha fát láttok valahol, akkor biztosak lehettek benne, hogy az kikötőhöz vezet. Ott meg mi van? Jó. Aluljáró. Nem fogok most menni csövezni, úgyhogy most hagyjuk is ezt a részét. Az meg egy fél tégla, az még egy fél. Ez egy lépcső. Na, ott is van a mi drága hajunk. Igen, itt kell bedugni a kulcsot, természetesen ez így működik. Could end like this. After everything you saw back there, everything we've been through, you think going back to prison is all that's at stake here? We're not going to Wayside. What are you saying? Turn the boat around. Are you out of your mind? We're free. When we reach the opposite shore, I'll go one way, you can go the other. It's that easy. We've got unfinished business, you and I.
I have no idea what the hell you're talking about, and honestly, I don't care anymore. There is no way in hell I'm going back. It wasn't a request. We've both just been through hell. Haven't you been paying attention? No, you haven't been paying attention. You think this is all an accident? Just a big coincidence? This town, it knows me. It showed me things. It wants me to finish this. Don't you understand? It'll never let us go until we finish what we started. What you started. I told you. I'm not going back. You might as well shoot me. Fine. How's it going, Murph? Heard you're gonna be leaving us soon. What do you want, Sewell? You weren't thinking of leaving before you paid back my favor, were you? Napier. What am I talking about? Of course you're gonna keep your end of the deal. You're a real stand-up guy, Murphy. Parole report says so right there in black and white. A model prisoner, right? Sure would be awful if they found out about what you did to that child bugger and bastard, though, wouldn't it? I mean, shit. That would ruin everything, wouldn't it? What do you want me to do? What you're good at, of course. Ridding the world of monsters. I got another one for you. Who is it? Don't worry yourself about the details, Cupcake. Just take out the garbage like you did before and we'll be square. When? There's gonna be a little disturbance tonight. The other guards and me are gonna have our hands full, so no one's gonna notice when you head down to the showers and find your guy waiting there, just like last time. And then? Oh, I think you know what comes next. Unless, of course, you're thinking of breaking our deal. And this other guy? He deserves it? Oh, Murph, you have no idea how bad he deserves it. Hell, I only wish I could do it myself. So, what do you say, Cupcake? You gonna play ball? I'll take care of it. Born free. No, jöjjünk börtönködni. Gondoltam, hogy egy kicsikét összefoglalom itt nektek egyébként a történetet. Hozzáteszem, hogy mindent elvesztettem, úgyhogy ez itt teljesen tök jó, legalább van egy székem. Na, tehát egy kicsikét összefoglalom nektek a sztorit, hogyha valaki esetleg ellene tévedve benne, hogy mégis mi a radairosebb folyik itt. Igen, az nekem kell. I might be able to cross over on this. Na, először kicsit körülnézek. Tehát, drága Murphy Pendletonunk igazából, mint ahogy kiderül azokból a dokumentumokból, amikből őszintén megmondom, nem tudom, hogy olvastam-e nektek az első három rész alatt, vagy sem. Lényeg az, hogy a gyűjthető doksikból és egyebekből kiderül, hogy Murphy Pendleton egy árvaházban nőtt fel, tehát ezért is volt ugye ez az elég furcsa árvaházi jelenet. Gyakorlatilag ugye azért volt, hogy sajátjaként kellett elismerni a gyilkost, mert hogy ő volt az maga. Tehát ugye saját magát szimbolizált az egész. Itt sehol nem tudok sehol menni. Nem nyert. Na most miután ugye onnan kikerült, hát itt át nem fogok jutni. Tehát miután ugye onnan kikerült, drága Murphy-nk az
Igazából volt némi kis bűnöző múltja fiatal korában, aztán végül lenyugodott, megházasodott, gyerekelett, stb. Tehát ilyen abszolút idilli kis valami. A problémák igazából ott kezdődtek, amikor volt egy Patrick Napier nevű fickó, aki ugye ismert pedofil volt, későbbiekben ismert pedofil volt, és gyakorlatilag a fiúkat, Charlie-t kiszemelte, és elrabolta egy balhé. Tehát ugye a fiúkat kiszemelte magának, elrabolta, és ugye az egész kis afférnek az lett a vége, hogy végül egy zsákba tette és bedobta a tóba. Na most ugye ez kiderült, és hát Murphy ezt ugye nyilvánvalóan nem igazán díjazta. Úgyhogy mivel kicsikét a bosszúvágy az eluralkodott rajta, úgy döntött, hogy a saját kezébe veszi a dolgokat. Ellopott egy rendőrautót, és egy jó hosszú üldözés után végül sikerült letartóztatni a magát. Az egyetlen oka pedig az volt, hogy... Fuck you, Chad! Tehát az egyetlen oka pedig az volt, hogy ugye bezárassa magát ugyanabba a börtönbe, mint amiben ez a fickó is volt. Na most a faszikám az ugye nem tudta, hogy mi vár rá, de végül ugye Murphynek sikerült egy egyességet kötnie a Sewell rendőrtisztel. Térkép köszi. A Sewell rendőrtisztel sikerült neki egy egyességet kötnie, nevezetesen, hogy kap némi minőségi időtöltést ugye itt a Napierrel, és cserében pedig ő is majd egy szívességgel jön. Na nézzük csak. Azt mondja, hogy XY férfi, mit tudom én, hány éves, nem tudom hány éves büntetését tölti a... Tehát valamiért, és valamiért. Azt mondja, hogy remek fizikai egészségnek körben, Ezt nem olvastam én már, gyerekek, na mindig. Na, azt mondja, hogy kódot üsd be. Hát beütném én szívesen, ha tudnám a AMA kódot. Na, mindjárt tudom én a makódot, amint meglátom Murphynek a hátát, azt mondja, hogy 11752. Tehát ugye innen lehet tudni, hogy ott vannak a kódok, és Murphy van egyedül ki satírozva. Na, gyere vissza. Hét, 50. 2 meg is van, köszönöm, mit kaptam. Pisztolyt, kulcsot, negyed dolcsist. A negyed dolcsist pedig arra kell, hogy azt kiszedjem innen. Ja nem erre kell. Akkor nem tudom, mire... Ja, a szkájtjában működik, bocsánat. Lámpám persze még mindig nincsen, úgyhogy itt... Van lámpám, köszönöm. Na, tehát most, hogy van baltám, meg lámpám, meg egyebem, most már így haladhatok tovább. És igazából a kártyával elvileg most már ki tudom nyitni azt is. Talán. Nem. Nem tudom, akkor valami más kell hozzá. Nem tudom. Na, ehhez viszont jól jön, köszönöm. Na, öltözőben gyors körülnézés. Ha jól emlékszem, akkor itt semmi más nincsen, csak némi ellátmány. Ha egyáltalán van, ha valami ott villog. Walkie-talkie, király. Köszike, sokkal jobb a közérzetem ettől. Na, mit kaptam? Azt mondja, hogy... Drágám, még egy nap, még egy levél ebből a pokolból.
8 hónap telt el, mióta bezártak, és úgy tűnik, hogy minden csak egyre rosszabb lesz. Tudtam, hogy van. Ismertem pár durva fickót odakint, de egyik sincs a közelében sem az ittenieknek. Szóval, hogy hidegvérű gyilkosokról, erőszaktevőkről, még gyerekmolesztálókról is beszélek. És a legrosszabbak az őrök. Esküszöm, hogy egy darab korrekt sincsen köztük. Szóval, és seggfejek jelvényekkel, akik állandóan csak csesztetik a bezártakat. Szóval mindig azt gondoltam, hogy a legnagyobb dolog, amit a fél nem kell itt, hogy meg fognak erőszakolni. Senki nem mondta, hogy az ilyen barmoktól kell majd féltenem magamat. Alig várom, hogy kikerüljek innen, már csak 4 hónap. Örökké szeretlek, Riki. Hát kedves Riki. Valami asszúgja, hogy nem egészen úgy sültek el a dolgaid, mint szeretted volna. Beszéljük meg! Elnézést! Na, valahogy így gondoltam. Említettem már, hogy Kitty ezges. Hoppá! Nézzük csak! Mit ír? Azt mondja, hogy... Murphy, megbocsátás? Azt mondja, hogy van pofát hozzá, hogy megbocsátást kér. Mégis hogyan bocsáthatnék meg neki, amikor tönkretettél mindent, ami ezen a világon még maradt nekem? Valahányszor rád nézek, az egyetlen dolog, amit látok, az arcod. Egyetlen egy dolgot kértem tőled, és az, hogy jó apja legyél a gyerekünknek, te pedig elbuktál, Murphy. Elbuktál is. És... Azt mondja, hogy cserben hagytad Charlie-t. És most már sosem fogjuk visszakapni. Ne keresd, ne írj, többé nem akarlak látni, Carol. Carol. Where did they... Ó, sziasztok! Hát azt hiszem, hogy erre nem fogok menni. Ez nem jött be. Vedd már föl! Mi a? Most azt nem értem, ez nem minden nyílik?
Ez a zene közben hatalmas, hogy itt már voltam, az leszakadt. Volt valahol egy ajtó, aminek szét tudtam volna verni itt a baltával a zárját. De az nem az volt. Azt hiszem egyel lejjebb, vagy kettővel lejjebb. Hogy állok? Na, leverem még a genyát. Nem kell levernem a genyát. Szia! Szia, pici! Cuki vagy. Itt van egy olyan megoldáshoz, hogy megpróbálsz nem az Outlast-ből utánozni valakit. Köszike! Na így mindjárt jobb a helyzet. Nem nyílik, nem nyílik, mindegy. Nem nyert hangszórót, valami ott villan... az jól jön mindig. Mennyi van? Nem, az shotgun lőszer. Kettő darab, elég édes kevés. Azok a képek is királyok azért ott. Na, most már kitudok. Egy kicsit megijedtem. Arra nem emlékszem, hogy vannak-e itt tahók, amelyikek rá akarnak ugrani a nyakamra, vagy sem, de úgy rémlik, hogy nem. Nem, megúsztam. Igen, itt nem fogok tudni átjutni igazából a cuccaimmal egyetemben, úgyhogy most... Oké, igen, megint kinyitom. Csak. Azt mondja, Overlook Penitentiary. A börtön, ahonnan nincs visszatérés, az több mint 50 éves működése alatt az Overlook büntetésvégrehajtási intézet. Igen, azt mondja, hogy arról lett hírhet, hogy a bebörtönzöttek többségéről soha nem hallanak többet, de ez nem minden. Azt mondja, hogy régóta arról beszélnek, hogy egy kísértett hely. Azt mondja, hogy furcsa hangok, szellemszerű jelenések, szörnyű halálok és megmagyarázhatatlan eltűnések. Ez csak néhány dolog, amit az utóbbi években jelentettek a rabok és az őrök egyaránt. Bár többség, mások szerint ez szimplán csak legenda, hogy elijesszék az embereket. Steven Craviston igazgató szerint azt mondja, hogy természetesen ez egy nagyon, nagyon ijesztő hely lehet. A társadalom legrosszabbjai vannak ide bezárva, a legtöbbjük igazoltan elmebeteg. Csak idő kérdése, amíg a börtönről elkezdenek pletykák terjedni, mindegy, hogy mennyire szörnyen is hangzanak. Azt mondja, hogy be kellett, hogy vallja, hogy nem minden kitaláció, az utóbbi években a börtönben több durva haláleset is történt, és bizarr eltűnések is. És bár egy részük megoldatlan maradt, a többségük könnyű magyarázat. Na, tehát a többségükre könnyű magyarázatot találni. Hát természetesen minden börtön valamennyire rohadt ijesztő, tehát... Véleményem szerint az is az oka,
Igen. The guards can pass their sidearms through that window. Oké. Ne vedd vissza. Na, igazából csak így lehet kijutni, ugye, mert... de fincsi. Sziasztok, fiúk! Szakadj meg! Azt hiszem, hogy alkalmaznom kell a futást. Szakadj meg! Nem leszünk barátok. Hát nem tartottam sokáig. Na akkor nézzük csak. Próbáljuk meg még egyszer. Ezekre miért nem hat? Esküszöm, jobban járok ezzel, basszus, tehát hogyha baltázgatok. Húha, baj van. De még mennyire egy baj van? Vedd már föl! Na már csak egy tahót kell lenyomnom valahogy. Na gyere, bunkó, adj neki! Ó, ez nagy volt! Na ki a ribi? Állok. 44%, 2 darab gyógyító cucc. Szóval, hogy mire ezt olvasod, már nem leszek itt. Nem életfogytra ítéltek, de ez lett a vége.
Napok itt végtelenek. Minden egyes új nap felkelte újabb monotóniát és unalmat szül. Minden egyes újabb nap felkelte fájdalmat és félelmet. Befejeztem, nem akarok többet itt lenni, de találtam egy kiutat. Hamarosan halott leszek, de végre szabad. Jövök, drágám. Mi volt ez? Azon gondolkodom, hogy lehet, hogyha több eszem lett volna, akkor simán csak elfutok előlük, de nem tudom, hogy hova. A kis akasztófa virág. Valahol kell lennie egy istenverte kijáratnak. Aha, oda be kéne jutnom. Nem, ezt hagyjuk még ott. What have we here? Na vajon mik vannak itt? Azt mondja, hogy... Drágám, nincs sok időm ma írni, csak azt akarom tudatni, hogy mindent kigondoltam, mire ezt olvasod, már úton leszek. Végre szabad leszek ebből a szarfészekből és ezektől a rohadékoktól. Majdnem kész van, és aztán végre együtt lehetünk, ahogy mindig akartuk. Szeretettel, erre. Na szóval, kövessük a lábnyomokat. Gyógyító izéket. Nem nézzük. Tapi, kettő. Azt mondja, hogy... Igen, azt mondja, hogy munkahelyi elbocsátási valami. Azt mondja, hogy Murphy, ez jól jöhet neked. Mit gondolsz, Frank? You never stopped trying to help me, did you, Frank? Kusúj. Kettő, három. Baszt, ez mekkora szivatós. Most nem értem, idáig eljött, igen, és itt mi van? Elvileg már nem nagyon szabad, hogy legyen itt bárki az égvilágon, de ettől függetlenül nem szeretnénk kockáztatni. Hát te meg ki vagy és mit akarsz és miért akarod? Flutyk. Itt is van egy ilyen, kiváló. Most azokat kell bekapcsolnom, vagy hogy is van ez? Ebbe balhé lesz.
Mondtam. Ó, mekkorát rúgott ez a tahó. Hú. Az szép. Ne, állj el föl. Murf. Hagyjuk a francba. Damn, you need the code. Igen, kell a kód. Megvan. Őszintén megmondom nektek egyébként. Itt puskáztam az első alkalommal, fogalmam sincs, hogy hogyan lehet rábukkanni az utolsó számra, de nem is nagyon érdekel. Na, itt viszont fog kelleni majd nekem ez a pénz. Húzzunk bele, srácok, mert ez így nem lesz vicces. Engedd el, mássz el föl. Nyissad ki. Asszál, jó öreg Murf, gyerünk! Ez így pofon. Na mi van, ebbe belefutottál? Egy meg volt, most jön ketteske. Láthatatlan lovon. Ó, mekkorát borított rám, azt a rót. Ojojojojojojojoj, rossz ötlet. Futi. Nem. Ó, basszus már, ember, takarodjál innen. A kopasz kurva anyádat, bocsánat, de... Hé, én nem tudok védekezni. Nem hiszem el. Anyád?
Felejtsetek már el, gyerekek! És még nem férek át. Na, egy teljesen jó taktika igazából ellenek az is, hogyha csak kihúzom addig, amíg kinyílik ez a hülyeség. Hát azok meg csináljanak ott, amit akarnak. Nézzük csak először is, mi van itt. Ó, csak nem kivégeztek egy ártatlan embert. Azt mondja, hogy Frank Corridge-tól Handley kapitánynak, azt mondja, hogy uram, mint tudja, régóta vagyok börtönőr a állami börtönben, közel 20 éve. Ez idő alatt többször tapasztaltam megkérdezhető viselkedést az őrtársaim részéről, de nem ilyen szinte, mint az elmúlt 6 hónapban. Leginkább George Sewell tiszt részéről tapasztalható. Azt mondja, hogy több megkérdezhető eseményben is részt vett, úgy, mint drogcsempészet, zsarolás és rabok elleni erőszak. Azt mondja, hogy mint régi veterán a szakmában nem tudok ezek fölött szemet hunni. Úgy tűnik, hogy Frankie kérvényezte, hogy ezt a drága jó embert kivizsgálják. Hát ez nem egy túlságosan okos döntés volt részéről egyébként, mert hogy ez a drága jó ember végül. Nem spoilerezek. Jól van, akkor nem követett. Na, szerintem én itt fogom abba fejezni most nektek, megkaptátok az egy órátokat, és következik hamarosan az utolsó rész, ami közel sem lesz ilyen hosszú. Remélem, hogy eddig is élveztétek, és az utolsó rész sem fog csalódást okozni, addig pedig tudjátok a dolgotokat továbbra is írni, kommentálni, zaklatni, bagyot küldeni, amit csak tudtok, és legyetek rosszak. Sziasztok!